a Mindenki Akadémiája színpadán Szentesi Réka, társadalomtörténész, divatkutató. Üdvözlöm Önöket! Történész hallgatóként az egyetemen olyan 19. századi orvosi írásokat találtam, amelyek arról szóltak, hogy a korabeli női öltözék milyen egészségtelen. Azóta társadalomtörténészként divattörténettel foglalkozom. Szentesi Réka jelenleg Budapesten, a Ferencvárosban él, és kifejezetten szereti a nagyváros forgatagát. Ez a dédnagymamám gyerekkori pruszlikja, illetve hát annak egy darabja, a 10-es évek első feléből származhat, ahogy számolgattunk. Tipikus ecseri hímzéssel van díszítve. Az évszázados viseletet otthon a legbecsesebb kincseként őrzi, és a felmenőitől örökül kapott hagyományok ápolását ugyancsak fontosnak tartja. A társadalomtörténész sokszor hazalátogat a Pest megyei ecserre. És most egy forgás, ugyanaz. Szívesen részt vesz a szlovák Zelenyi Venyec, azaz zöld koszorú hagyományőrzőkör találkozóin. Itt éppen nógrádi táncot próbálnak édesapjával, Szentesi Péterrel, aki egyúttal a Petruska csoport vezetője is. Még egyszer? Most forgunk körbe. Most jön. A társadalomtörténész néptánc iránti szenvedélye szülői örökség. Édesanyja és édesapja a táncnak köszönhetően bejárta a félvilágot, és mindeközben jelentős szerepet vállaltak a helyi hagyományok továbbadásában. Emlékszem arra, hogy édesapám, mint együttes vezető járt péntekenként a táncórákra, a próbákra tanítani, és én olyankor mindig mentem vele, addig is együtt voltunk. És egy idő után úgy éreztem, hogy jó, hát akkor én is beállnék, lehettem ekkor 6-7 éves. Gyerekkorában a viselet mellett a textilek, a ruhaanyagok és a szövetek is elbűvölték. Családjának ugyanis textilkereskedő vállalkozása volt, a Közel-Keletről érkeztek hozzájuk kelmék. Nagymamája varrónőként rengeteg ruhát készített számára. A mama egy kicsit így a társasági életnek a központja volt. Önálló ott mindig meg lehetett pihenni. Volt a varrógépe mellett egy fotel, ahol én is sokat üldögéltem, miközben dolgozott és mesélt, vagy én meséltem. És akkor ott szépen lehetett beszélgetni az élet dolgairól. Szentesi Rékát leginkább a régmúlt történetei foglalkoztatták. Ezért az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-muzeológia szakán folytatta tanulmányait. A fűző a divattörténet egyik legvitatottabb ruhadarabja. A 19. századi fűzőviselet vizsgálatával egy olyan sokrétű kép tárul elénk, amely nem csak a kor női divatjáról, de a nők társadalmi helyzetéről is árulkodik. Ez a Szabó bábú, Darázs Derekú Szabó bábú, abból a korszakból való, ami a kutatási területem. Teljesen véletlenül, függetlenül attól, hogy én ezzel foglalkozom, vagy foglalkoztam, került elő a mamának a padlásáról. Itt pedig van néhány későbbi darab, fűző, illetve fűzőnek a jogutódja tulajdonképpen. Meséli Szentesi Réka, aki az egyetemen a divat történetében mélyedt el. A 19. század második és a 20. század első fele, a boldog békeidők, a Belle Époque korszaka ragadta magával. Szakdolgozatában a fűző históriáját, társadalom és nőtörténeti szerepét vizsgálta. Gondolom többi órán is sokat beszéltetek már róla, illetve velem is tanultunk már bizonyos részleteket. Mi ez az haute couture? A kutató éppen a jövő divatmenedzsereinek tart órát a Modart International Hungary iskolában. Diplomája megszerzése után 2012-ben helyezkedett el az intézményben. Néhány próba előadás és interjú tartása után megkaptam ezt a tanári állást, és lubickoltam benne. Nagyon inspirálónak találom ezt a kreatív közeget. Folyamatosan tanulok, ami nekem nagyon fontos, hogy fejlesszem magam, és egyszerűen úgy érzem, hogy kiteljesedek benne. Immár a divatmenedzsment szak oktatási igazgatójaként tanít öltözködéskultúrát, viselettörténetet és divatismeretet fiatal tervezőknek is.
mindig ahhoz a tervezési feladatukhoz kapcsolódunk, amit aktuálisan kapnak a szakvezető tanáruktól, és annak az elméleti hátterét beszéljük át, legyen az egy ruhadarabnak a története, akár egy szubkultúrához kapcsolódó ideológiai rendszer, vagy bármi más, amivel tudom támogatni az ő tervező tevékenységüket. Szentesi Réka jelenleg PhD dolgozatát írja, amelyben az 1850-től az 1920-as évekig tartó időszak női öltözékeinek problémáit vizsgálja. Köztük természetesen a fűzőjét, amelyet ő maga is felpróbált. És hát borzasztó élmény volt. 5 perc után fájt a hátam, egészen megváltoztatta a tartásomat. Gyönyörű a tartás, és nagyon nőies, amit a fűző kölcsönöz a női testnek, de borzasztó kényelmetlen. Nem is arról szólt, hogy kényelmes legyen. A színpadon Szentesi Réka, társadalomtörténész, divatkutató, és témája a 19. század fűzővitája. 1882-ben a fényképészeti lapokban egy fényképész a következő sorokat írta. Láttam egy fényképet, amelyen egy gyönyörű szépségű fiatal lány volt bemutatva. A nézők szer fölött csodálkoztak azon, hogy meglehetős gömbölyedett termete ellenére miként lehet-e szépségnek oly kétségbeejtően vékony dereka, holott a nyaka is jó vastag volt. Sokan az erős elszorításnak tudták be, én azonban mindjárt észrevettem, hányadán vagyunk. A kolléga úr ugyanis legalább egyharmad részét a deréknak levágta, ahogy azt mondani szokás. Le lehet vágni a derékból, ha így tetszik a rendelőnek, de az íjkép nem természetes, s nem is egyéb, mint a női hiúságnak egy kis gyöngéd legyezgetése. Előadásomban az elhangzott idézetnek néhány kijelentésével szeretnék foglalkozni, például azzal, hogy mit jelent az, hogy oly kétségbeejtően vékony derék, mit jelent az erős elszorítás, mit jelenthet az, hogy egyharmad részét a kolléga úr a deréknak levágta, és végül mire utal a fényképész úr, amikor azt mondja, a női hiúságnak egy kis gyöngéd legyezgetése. A 19. századi női divatnak alapvető részét képezte a fűzőviselete, és a testideálhoz, a szépségideálhoz kétségkívül hozzá tartozott a darázsderék ideája, a darázsderék formájú testalkat. A korszakban egy nagyon élénk vita alakult ki a kortársak körében, amelyet a sajtónak a hasábjain is lehetett olvasni arról, hogy vajon van-e szüksége valóban a nőknek a fűzőre, ártalmas-e a fűző, ha ártalmas, akkor miben ártalmas, hogyan gátolja a nőket az emancipációban a fűzőviselete, és a vita résztvevői voltak maguk a divathölgyek is, akik ténylegesen viselték ezt a fűzőt. Mit jelentett az erős elszorítás? Magyarországi és külföldi beszámolók azt írják, hogy akár 15-20 centi elfűzésekről is beszélhetünk a korabeli darázsderék elérésének az érdekében. Természetesen vannak extrémek példák is, és vannak azok a hölgyek, akik csak alsó neműként, egyfajta támasztékként viselték a fűzőt. Fontos megjegyezni, hogy a korabeli tisztességes, erkölcsös urilányoknak egyszerűen nem illett fűző nélkül megjelennie. Ha úgy tetszik, akkor úgy tartották a fűzőt viselő hölgyekről, hogy van tartásuk, erkölcsösek, és nem utolsó sorban ismerik annak a közegnek a normáit és öltözködési etikettjét, amelyhez hozzátartoznak. Ugyanakkor voltak hölgyek, akik a korabeli orvosok szavaival élve igen erősen visszaéltek a fűző adta lehetőséggel, és hallatlan mértékük fűzték el a derekukat. Ezek voltak az előbb említett akár 15-20 centis elfűzések. A korabeli női ruhákat, illetve a legtöbb korabeli női elegáns, csinos, divatos öltözéket nem is lehetett volna fűző nélkül felvenni. A Magyar Divatlap azt írja, hogy nagy segítség a női szabónak, ha a vevőjén egy a termetéhez szabott jó fűző van. Ez nem véletlen, ugyanis a korabeli női ruhákat már eleve fűzött derékre szabták rá.
hogyha látunk a korszakból olyan szabóbábukat vagy próbababákat, amelyeknek a testaránya mai szemmel egy kicsit furcsának tűnik, akkor ez rá a magyarázat. Hogy számszerűsítsem egy kicsit ezeket az arányokat. A képen látható szabóbábúnak a csípőbőssége 105 cm-es. Ehhez egy 55 cm-es derékbőség dukál. A mai szabászati testarányok, a konfekció ruhaipar azt mondja, hogy egy 100-105 cm-es csípőbőséghez nők esetében egy olyan 70-75 centis derék dukál, az az arányos. Tehát jól látjuk, hogy egy körülbelül 20 centis különbség van a mai és az akkori szabászati testarányok között. Egy nem létező testideált, szépségideált láthatunk magunk előtt, és tulajdonképpen nem is a fűző divatjáról beszélhetünk, hanem egy testforma, egy alak divatjáról, amelyhez a fűző csupán egy eszköz volt. Denise Grofné számos más szépségápolási tippen kívül 1895-ben a következőt írta. Vigasztalásul mondhatjuk, hogy nincs olyan hibás termet, melyet egy hivatott fűzőkészítő ugyan csinossá ne tudna tenni, legalább arra az időre, míg az ő készítményét viseljük. Időzzünk el egy kicsit amellett a kijelentés mellett, hogy nincs az a hibás termet. A grófnő szavai mögött az az eszmény sejlik fel, amely a testet, a női szépséget nem a természetességében kívánja látni, hanem egy mesterségesen megkreált formában, egy mesterségesen megkreált alakban véli megtalálni a szépséget. Hogyha valamelyik hölgyet nem áldotta meg a természet a korban ideális testformával, akkor nincsen semmi gond, mert egy ügyes fűzőkészítő könnyedén ki tudja a csorbát köszörülni. Szeretném bemutatni az előadásom elején említett fűzővitának a résztvevőit és a résztvevőknek az érveit, illetve ellenérveit. A kutatásaim során több mint 40 olyan betegséget számoltam össze a korabeli orvosok írásaiban, amelyekkel a szoros fűzőt vádolták, illetve a rendszeres szoros fűzőviseletet vádolták. Ezek között találhatunk olyanokat is, amelyek nyilvánvalóan túlzásnak bizonyulnak, illetve találhatunk olyat is, ami azért aggodalomra ad okot. A leggyakrabban említett egészségügyi problémák, következmények a következők voltak, különféle csontdeformációk, a bordáknak, a medencecsontnak, a csípőnek a deformációi, izomsorvadás, amivel elsősorban a hátizmok elgyengülésére utaltak, hiszen hogyha egy hölgy akár kislánykora óta rendszeresen szoros fűzőt viselt, akkor a fűző vette át a tartóizmok szerepét, és hogyha levetette a fűzőjét, akkor hidegrázásra és hátfájdalmakra kezdett el panaszkodni. Gerincferdülés, légzőszervi problémákra utaltak még az orvosok. Itt egy pillanatra szeretnék kitekinteni, ugyanis van a 19. századi nőkről egy kép bennünk, a gyenge nő, aki minden komolyabb lelki emóció alkalmával elalél. Szeretném megjegyezni, hogy nem azért aléltak el a kor hölgyei, mert hogy annyival ideggyengébbek lettek volna, mint modernkori társaik, hanem mert egyszerűen nem kaptak levegőt egy-egy táncos bál alkalmával a fűzőjükben. Hasüregi szervek megbetegedéseiről szólnak még az orvosok írásai, idegrendszeri problémákról és hisztériáról. A hisztéria egy olyan betegség, ami ma már nem is létezik. Tulajdonképpen a gyűjtő fogalmának tekinthetjük minden olyan pszichés és idegrendszeri problémának, ami a nőknél fölmerült, és az orvosok nem tudtak vele Freud előtt mit kezdeni, ezért ráfogták az egészet a fűzőre, és hát bizony-bizony beszámolnak halálesetekről is. Mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy ez extrém eset, és a halálesetre nincsen semmiféle bizonyítékunk, hogy bekövetkezhettek. Történészként nehéz dolga van az embernek, hogyha a régmúlt orvosi diagnózisait szeretné elemezni, de kimondhatjuk azt, hogy nagyon ritka az, hogy egy hölgy olyan szélsőséges mértékben fűzte volna magát, hogy komolyabb problémája legyen belőle. Mégis fontos azt látnunk, hogy a kor orvosait rendkívüli módon foglalkoztatta a kérdés.
A fűzött támadók másik csoportja a feministák voltak. A 19. században, különösen a század második felében az emancipációs törekvések terjedésével egyre komolyabb részét képezte az úgynevezett ruhareform a feministák programjának. A ruhareform azt jelenti, hogy a feministák szerint a nő addig nem várhat egyenjogúságot a társadalomtól, amíg nem tud szabadon mozogni és szabadon lélegezni az öltözékében. Megjegyzem, nem csak a fűzőt támadták, hanem a komplett női öltözéket, ami valóban egy csinos hölgynél korlátozta a szabadságot, ugyanakkor egyértelművé tette a státuszát, hiszen egy korabeli öltözék szerint felöltözött nő, akinek darázsderékre van összeszorítva a dereka, az már a látványból egyértelmű, hogy nem végez semmilyen fizikai munkát, tehát már az öltözékéből meg lehet ítélni, hogy mi az a társadalmi státusz, ahova tartozik. A feminista történetírás egyébként hajlamos a fűzőt úgy beállítani, mint egy elnyomó eszköz, amelyet a férfiak erőltettek rá a nőkre. Fogjuk látni, hogy ez azért elég túlzás. Természetesen volt a nőkön egyfajta társadalmi nyomás, ami miatt hordták a fűzőt. Volt benne a szépség iránti megfelelés vágya, volt benne a státusz kifejeződésének a vágya, és hát egyáltalán a szokások, amik ezt megkövetelték. Úgyhogy mindenképpen fenntartásokkal kell kezelnünk azokat az írásokat, amelyek azt mondják, hogy a férfiak erőltették rá a fűzőt. Másodszorban pedig a legtöbb hölgy 10 körömmel ragaszkodott a fűzőjéhez, és esze ágában sem volt elhagyni annak viselését. A fűző vitának egy nagyon érdekes állomása volt, amikor a fűző viselését ellenzők a milói Vénusz szépségével kezdtek el példálozni. Mind az orvosok, mind a feministák, az összes ruhareformer azt mondta, hogy a milói Vénusz szobra az örökérvényű szépség, a természetes szépség, és hogy egyszerűen nem értik, hogy miért akarják a nők elszorítani a derekukat, és ezáltal egy olyan formát adni a testüknek, ami a természetben nem fellelhető. Ezzel szemben az elegáns nők, akik ragaszkodtak fűzőjük viseléséhez, azzal érveltek, hogy igen, ők értik, hogy Vénusz gyönyörű, és gyönyörű a szobor, viszont hogy néz neki ez a szobor, hogyha felöltöztetnék egy korabeli ruhába? Hát igen, vaskosnak tűnhet a dereka. A baloldali képen egy korabeli hirdetést látunk, Madame Warrennek a fűzőjét hirdeti, 4 darab képpel mutatja be egy hölgynek az életének egy szakaszát. Az első képen azt látjuk, amint a hölgy elborzadva nézegeti magát a tükörben, és azt mondja, hogy milyen borzalmasan nézek ki ebben az ócska régi fűzőben, nem is valami csinos. A második képen magára ölti a hirdetett fűzőt, amelyről szól maga ez a kereskedelmi kártya, és rögtön megelégedettséggel néz bele a tükörbe, rögtön látjuk, hogy kivirul az arca, piros posgás lesz az arca, és igen elégedett a saját képével. A harmadik képen azt látjuk, hogy már felöltözve, de fűzött derékkal, férfiak körében, udvarló férfiak körében látjuk ezt a hölgyet, aki élvezi a bókokat. És az utolsó képen pedig a boldog cél, a boldog végkifejlet, ahol azt látjuk, hogy a fiatal hölgy természetesen az új fűzőjével, az mennyasszonyi ruhája alatt, a kiválasztott kedvesének az oldalán áll az oltál mellett. Mit sugall nekünk ez a kereskedelmi kártya, ez a hirdetés? Azt sugallja, hogy a szépségideál elérésével könnyebben tudnak házasodni a lányok. És egyébként akármilyen csalafinta marketing fogásnak tűnik is, ez egyébként így igaz. Egy olyan korszakban járunk ugyanis, amikor a női testet illet elfedni, eltakarni, egészen a lábujjaktól a fejük bubjáig. Maximum a bálok voltak azok az alkalmak, ahol meg lehetett mutatni esetleg a dekoltást, illetve ott jó pár centit húztak még a derekukon is a hölgyek, de hát a bálnak pont az volt a célja, hogy kiházasítsák a fiatal lányokat minél előbb és minél jobban. Ebben a korban a fűző
tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy a csípő és a derék közötti különbséget egy kicsit hangsúlyozza. Ugyanis a csípőbőség és a derékbőség közötti különbség az egy másodlagos nemi jelleg a nőknél. Ilyen formán a vonzerejüket egy társadalmilag elfogadott módon tudták megélni a hölgyek, még hogyha ez nem is feltétlenül egy tudatos motiváció volt a részükről. És akkor visszatérnék idézett fotósunkhoz, aki ugye, ha emlékeznek, azt mondta, hogy a kolléga úr legalábbis egyharmad részét a deréknak levágta, és ez volt a rafináltság, amit a fotónak a bámulói nem értettek. Mit jelent ez, hogy egyharmad részét a deréknak levágta? Ez bizony a korabeli retusálást jelentette. A képen egy magyar színésznőt, Küri Klárát láthatjuk, amint éppen fogyasztja a uzsonnáját, a vajas kalácsot, és a bekarikázott, kinagyított részen pedig kaparásnak a nyomait láthatjuk. Ott bizony, valószínűleg a színésznő megrendelésére, a kolléga, a fotós kolléga kicsit korrigált a derékbőségen, hát egy olyan jó 15 centit lekapart a színésznőnek a derekából. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mai modern világban a technológiának köszönhető az, hogy retusált fotókkal találkozunk címlapokon, retusált képeket látunk az interneten, és hogy olyan szépségekkel bombáznak minket folyamatosan, ami igazából nem is létezik. Ez egy társadalmi képződmény, és nem feltétlenül a technológia az, aminek köszönhető, hanem mindig az a cél, hogy az aktuálisan uralkodó szépségideálhoz igazítsák a testet ilyen vagy olyan eszközökkel. Szintén a színésznőt láthatjuk a képen. Igazából a derekának a jobb oldalán lehet látni a kaparásnak a nyomait. Azt mondja egy másik fényképész, hogy a fényképész is, mint más művész, eszményi embert lát lelke előtt, így akarja képét az ideális polcra emelni. Tehát már a korban is tisztában voltak azzal, hogy egy szépségideál az, aminek a hölgyek, akik retusáltatták a derekukat, azon túl, hogy szorosra is fűzték azt, meg akartak felelni. Az előadásom elején idézett fényképész azzal zárta sorait, hogy a fotó retusálás az nem más, mint a női hiúságnak egy kis gyöngéd legyez. Miről is van itt szó tulajdonképpen? Minden egyes kornak, korszaknak megvan a maga kialakított képe, a maga elképzelt esztétikai mércéje arról, hogy milyen az ideális emberi külső. A ruhának, a divatnak a jelentősége pedig abban keresendő, hogy a ruha képes stilizálás és korrigálás lévén ehhez az elképzelt ideálhoz igazítani, ehhez az elképzelt ideálhoz közelíteni a testet. Ilyen módon a fűző az egy eszköz volt a 19. századi hölgyek kezében, hogy minél csinosabbá, a kor esztétikájának megfelelően csinossá tegyék a saját megjelenésüket. Katonáné Madarász Edelin saját bevallása szerint hithű feminista volt, és ironikusan jegyzi meg egyik írásában, hogy lehet-e, van-e nagyobb gyönyörűség, mint feltűnést kelteni a korzón. Ezzel a kélyes érzéssel szemben olyan csekély dolog, mint az egészség, igazán nem jöhet számba. Itt a kornak a divathölgyeire utalt, akiknek hiába érveltek az orvosok, hiába érveltek a feministák azzal, hogy se társadalmilag, se egészségügyileg nem tesz jót nekik a fűző, amíg a testideál nem ment ki a divatból, és amíg maga az öltözék divatja nem változott meg, addig a hölgyek nem hagyták el fűzőjüknek a viselését, hiszen az volt a céljuk, hogy minél inkább közelítsék megjelenésüket az ideálhoz. Korszakunk lezárása után az első világháború volt az, ami tömegével kényszerítette a nőket munkába, ami hozzájárult ahhoz, hogy megváltozzon az ő öltözékük. Muszáj volt, hogy praktikusabbá váljon. A 20-as években, 1920-as években már egy nagyon modern öltözékű nő képét láthatjuk magunk előtt, de tévedés, hogyha azt hisszük, hogy nem viseltek fűzőt. Viseltek fűzőt, csak olyan formájút, ami az aktuális ruházati divatnak és testformának megfelelt. Ez egy gumifűző volt, amelyről egy 30-as évekből visszaemlékező hölgy azt írta, hogy kínszenvedés volt ezekben a gumifűzőkben végigülni egy autóutat, vagy egy hosszabb színházat, mert hogy összeugrott és bevágott.
Aztán az 50-es években újra találkozunk a fűzővel, és tulajdonképpen a mai napig vannak, akik hordják. Igazából a fűzőről azt mondják, hogy ahogy a divat a természetesség irányába haladt, úgy hagyták el a nők a fűző viseletét. Én azt mondom, hogy a divat soha nem természetes, mert mindig egy képnek próbálunk megfelelni, amikor divatot követünk. A divat diktál, a divathölgyek pedig követik azt, adott esetben fűzőviselésével. Számomra a fűző történetének az a lényege és az a mondani valója, hogy a divattörténet egyáltalán nem egy felszínes tudományterület, annyi mindenhez kapcsolódik, kapcsolódik társadalomtörténethez, gazdasághoz, nőtörténethez, adott esetben akár még politika történethez is. Köszönöm szépen a figyelmet! Mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.